Az érmelléki Szalacs, az egykori mezőváros, Borospincé mellett még valamiről nevezetes. A székfarogó mesterségnek utolsó képviselője Kovács Imre. Egy mester keze alól különféle székek kerültek ki. Ilyen a gyerekszék, az etetőszék, a munkaszék, az asztali szék és a karosszék. Ottan voltunk testvérek, négy lányok, négy fiú. Udapám csinálta a székeket, ágyakat, ezeket, mi megláttuk, ránk rogott. Nem a pódi, hanem a tudomány számolt. Én meg így folytattam, de már itt a faluban nincs, aki ezeket foglalkozott. Én még kínlódok itt vele, hát jobban telik az ide is, már vége fele ennek a székcsinálásnak. Hát jó volt cseresznyap is, az már nehezebb kidolgozni, tartósabb, meg szín van a zoldogfa, van a nyárfa, csak egy fából nem lehet csinálni széget, ugye ezt? Fricfa. A tréfából. Először behajkolni, úgy kellettem először behajkolni. Igen. Igen, valamikor úgy. Nem. Az a vizet. Az a vizet. Nem engedem! Lepin, ho! Nem engedem, csak itt van, hogy... Úgy, melyik az is. A 80. éve felé járó mester visszaemlékezése szerint legalább 800 darab széket faragott és kötött be életében. Ő az utolsó olyan mester, aki munkájában csak kézi szerszámokat használ. Három vele hasító. A kiválasztott farönkök akkor jók, ha csomómentesek. És a legfontosabb, hogy egyenesen hasadjanak, mert így tartósabb lesz a majdani szék. Jó. Kész, csak kifutott. Megvegyük a túloldaláról. Azt is lehet. Hát. Jó, megvan. A méretre vágás után kinagyolja a szék első és hátsó lábait.
a támláját és az összekötő úgynevezett pálcákat. Az apjától örökölt húzószéken rögzített pálcát vonókéssel simára faragja. A pálcák akácfából készülnek. Minden székfajtához egyedi, rovásokkal ellátott mércét használ. Hát ezen rajta van a nagy széknek a mértéke. Ez az alsóhon fúrják itt hátok, ez a felső itt fúrják kifele. Igen. Itt van ez a cifra, ahol megy ez a keresztbe a cifra. Ez a másik cifra, itt az a felső, ez a legtetején itt a felső. Igen. A hátlap és az előlap összeállítása után következik a csapolás, azaz a végső összeállítás. Csapok kiálló részét lefaragja. Majd lefűrészeli a szék első lábainak túlnyúló darabját. A pontos mérés helyett a számtalan szék kifaragásának köszönhetően elég egy gyakorlott szempillantás. Amíg hosszabb, abból kell vágni picit. Az 1870-es években kezdik lecsapolni a magyarországi mocsarakat, és az utolsó ezek közül az érmelléki lábvilág. A maradék vizes területeken még megtalálható a nád, a káka, a gyékény és a vízpartján a sás. Ez utóbbi a szék bekötésének legfontosabb alapanyaga. Mikor eljön aratás, mikor vágják a búzát aratáson, akkor megnő jó magasra, akkor lehajlik, ott szeregettük. Szedtem én 500 kívit, ezt szeikötő sásnak mondják. Apám meg volt a szekére, én meg úgy a biciklivel. Mikor volt egy nagy szekér, akkor a szekérrel mentünk ért, akkor feltettük, itt meg átrázogattuk, kiválogattuk, ami kötni való így a szék. Itt a lovosnak nekitettük, akkor széltettük pendely alakba, a nap meg közé sütött, így akkor kapott egy harmatot, akkor nappal melegség ment rá, akkor szépen kifehéredett. Mikor egyik oldalra megfehéredett tisztán, akkor átfordított a másik oldalra. Van abban fehér, zöldes, van olyan erőt kap, hogy sárga, díszes színű. Mikor keletett a székon kötni valahogy ágyon, akkor beáztattuk itt a kútnál a vízbe, reggelre megpúrt, mint a rony, akkor lehetett szépen csavarni, mint egy cigaretta.
A bekötést a szék egyik első lábánál kell elkezdeni. A sásköteget folyamatos sodrás közben egy-egy pótszállal szaporítani, azaz hosszabbítani kell. A bekötés végül is egyetlen végtelen sásköteg. Mivel az ülőlap méretei eltérőek, ezért elől és oldalt szaporítani kell a kötegeket. Így elől és oldalt több kötés keletkezik, mint hátul. A sodró mozdulat akkor jó, ha egyenletes, a kötek pedig feszes és szoros. Ehhez jó erős marok kell. A most még zöld és lila sás száradás után szép és egyenletes homoksárga színt nyer. A bekötés utolsó szakaszában már csak 8-as alakban halad a munka. Az ülőlap akkor használható sokáig, ha a kötegeket megfeszítve és sűrűn vezeti. Minél finomabb és vékonyabb a megsodort sásköteg, annál szebb a kész eredmény. A befejezés egy csomóval történik, amit a hátoldalon rejt el. Ezt követi a hátoldalon a száraz sástörmelékkel való kitömés, azért, hogy az ülőlap még feszesebb legyen. Anyámmal köpöttem mindig, mert a lapán csak segített, mikor nem győzt anyám, csak a széket kell kitögni elő, meg kétoldalt. Mennyi bír ki egy bekötés? Hát kibír 5-6 év, 10 évig. 5-10? 10 évig, nagyjából nem tudom pontosan, de... Már akkor el van feketedve, már az nem tetszős. Akinek úgy kellett, ez a szükséges volt a szék, ha már tudta, hogy ez a mestere, ide kell hozzuk. Ja. Most hogy hoznak nekem így kötni. Menjen be! Halló! Jó reggelt! Üdvözlöm, Imre! Meg szabad jönni? Bebe! Jó, legyünk! 270, 200 szem. Már ma ezeket összeültöm. Már tettem a kultba százat. Na rendben, akkor már figyelek és otthon lesz. Én akkor hétfőn reggeli. Hétfő, már én ott leszek. Azon már fizettem ki. Kéri Gáspár érmelléki helytörténész, megszállott kutatója szülőföldje múltjának.
Dombi Ferencé volt a ház, 150 évvel ezelőtt készült a rokonságnak az elmondása szerint, és 30 négyzetméteres a ház, 6-an laktak benne, és ilyen kicsi helyen el tudtak lakni, és ez egy furcsa, érdekes dolog, mennyire takarékosan éltek. Székfaragással foglalkozott a gazda, és földje kevés volt, fél hektár csak mindössze. Pótolni kellett a jövedelmet, és így próbálta pótolni. 2005-ben vásároltam meg, 2011-ben lett kész. A ház nem így nézett ki pontosan, visszalakítottuk, ahogy volt. Gyűjtöttem padlásokon, sok helyen találtam székeket, és még akkor élt két székfaragó, Fazekas Károly bácsi, aki azóta meghalt, meg Kovács Imre. És szükségünk is volt székre, meg szüleimnek is volt, nagyszüleimnek különösen. Ugye itt kisebbségi sorba élünk, és hogy valami maradjon meg a kulturális örökségből. Tulajdonképpen a főindíték ez volt, amit csináltam ezeket a tájházakat. Tehát a Szalacsi és Zsellérház, a Petri középparasztborta, az Otományi pedig egy udvarház. Szalacson többen csinálták, voltak sokan. Ott a Nagyburgán a Fazekas Károly, az apját is ismertem, nyilván az is itt hagyott bennünket. Az 1940-es években még 40 család foglalkozott ezzel a mesterséggel. 1980-ra már csak 10-re csökkent a számuk. Minden mester igyekezett a szék háttámláját úgy kialakítani, hogy arról meg lehessen mondani, hogy azt ő készítette. Az egyedileg megformált székek aranyló színét a cseresznyefa, a meleg barna színét a diófa árnyalatai adják. Egy ágy bekötése jóval nagyobb munka, és ma már ritkán rendelnek belőle. Régen abban is foglalkozott, apám vitt ikorra Nagy Károly felé. Bivaj szekéről elindultak vasárnap, erre hosszú falu felé. Mikor odaértek, akkor ott álltak a piacon, reggel eladták, hétfőn délután jöttek hazafelé. Hátság is volt, nagy szék is, minden fajtában volt. Amilyen vevőnek keletet, ott vették belőle. Ha eladták, az úton elkép, akkor visszafordultak. Ha maradt belőle, akkor megvárták a hétfőt, eladták, majd utána hétfőn estére jöttek az anyámmal. Valószínűleg ennek az érmelléki mesterségnek mindig Szalacs volt a központja. A mesterek maguk vitték szekéren a nagyváradi, a margitai, a nagykárolyi és a székehídi heti piacra portékáikat. A környékbeli mesterek többsége is Szalacsról származott. Széket vegyenek! Eled a szék, még a gazdá is eledom. Az elmúlt 40 évben mindennapos látvány volt Kovács Imre, amint megrakott kerékpárjával a környék falvait járja. Vajon meddig lesz ez látvány? És a mesterség valóság.